Körülbelül 14 órai kezdettel a kincskereső kis színpad, a Drók András Gyula iskolában működő kincskereső kis színpad tanulóinak, diákjainak műsorát, a KIDU Kis Miklós mesejátéka Viza János válogatásából című mesedarabot láthatják. A művet színpadra állította Steigerwald Lajosné Ági néni. Nem mutatom önöket a szereplőkkel és a munkatársakkal, ezt a műsorüzetben, a 10. Becsési Tavaszi Fesztivál műsorüzetében megtalálják. Az előadáshoz kellemes szórakozást kívánok mindenkinek, és a mobiltelefonoknak és önöknek jó kikapcsolódást! A bejáratnál ez a villanykapcsolót részletes kapcsoljuk le. Köszönöm! Kérem tőlem akármit! Rokonságunkba fogadjuk.
Tejben bajban fürdetjük. Csak segítsen, kérem. No, ezt tetszik. Akkor lássuk ezt a gyereket. Magunk most mi menjenek ki a teremből? Hagyjanak magadra a gyerekkel. Hallottátok? De. Gyertek utána. Mert én olyan csodát teszek veled, amilyet a világ minden látott. Amikor te betöltöd a 18. életévedet, megszerzem neked, neked egy ország királyának lelnyek. Azt a feleségül veszed. A világon még egy királyfinak sem volt olyan gyönyörű feleséget, mint amilyen az elány. Aztán boldogan értek, amit meg nem látott. No, jó lesz, ugye? Kísérje a kistába. Ott válogathat magának a szemnél szebb kincsek közül. Kaptak majd új ruhákat és úrnyakot. Szépséget vakítóba tündöklő napfényűnél.
Örülök, hogy láthatlak. Köszönöm, királyi. Remélem, hamarosan találkozunk. Egyik hiszem, mint a másik. S mint három kiváló nevelést kapott. Tudományokban, művészetekben egyaránt jártusok. Kiválóan forgatják a kardot. Ügyesen nevünk is. Tisztességes, jó elkölcsű lányok. Nos, Miklós királyfi, láttad hát a szerencsés kiválasztottakat. Mondd meg nekünk, melyik őjük dobogtatta meg leginkább férfiúi szívedet? Ki lesz társad a trónon? Kedves jó király szüleim, stimmikatiam. Köszönöm nektek a szép ünneplést. A király kisasszonyok valóban nagyon gyönyörűek. Én viszont sértődés ne essék, egyiket sem választom. Holnap útra kelek, s addig vissza nem térek, amíg meg nem találom nekem Egyország királyának világ szép lányát. Ő lesz az én feleségem, és hűtársam. Útratároztam. De hiszen annak az országnak még a hírét sem hallottuk, fiam. Lehet, hogy is létezik. Ki tudja, hány hétig, hónapig kell vándorolnom. Oda veszel én egyetlen gyermekem. Nem érném túl, ha bármiben jövessem. Kérlek, ne menj. De elkúgy. Ne félts, édesanyám! Meg kell találnom azt a lányt. Bárkitől tudom is. Meg kell találni azt a lányt. Látom, fiam, hiába is van asztaluk. Ha úgy érzed, hogy menned kell, hát meg. De egy kérdésem van. Vidd magaddal hűséges inasodat, kétet. Okos, erős talpra esetleg én, használt veled a hosszú útok. Úgy lesz, édesapám. Megyek is összecsomagolok. Hamarosan visszatérek. Isten hangjon, fiam! Vigyázz magadra, királyfi! És hozz a lány! Hozom! Thank you.
Adjon Isten kennek jó egészséget, öröm, maga egy Isten, nektek is vándor nevére. Hát ti hogy kerültetek ide a fekete erdő kellős közepébe? Mi állatban vagytok? Három napja úton vagyunk. Aludtunk egy keveset, de az ennivalók elfogyott. Vezet tárgyat is szeretnénk már látni. Itt maradhatnánk egy kicsit nálad, hogy hosszú után még előttünk. Igaz, a házam nem egy fényűző balta. Nincs helyen párnám sem, s az ételem is egyszerű. De ha megfelel, szívesen láttak meg neked. Köszönjük. Az én nevem Péter, ő pedig a gazdám, Miklós királyfi. Miklós király? No, hát éppen jó helyen jártok. Talán tudsz valamit róluk? Tudom, amit tudok. Ne kérdezz is könnyen. Üljetek le, hozok egy kis ennivalót. Tessék, jó étvágyat. Mondd csak, öreg anyám! Hallottál-e már neked egy országról? Mert mi oda tartunk. Tudom. Hogy, hogy tudod? Nem azt mondtam, hogy tudom, hanem azt, hogy minden jó. Van nekem egy jó cselédem, aki hozzaviszi a híreket egyik országból a másikba. Most is oda van, de holnap reggelre megérkezik. Ő majd útba igazít benneteket, addig pedig kikéntem magadokat. Megyek, elkészítem a fekvőhelyet. Nézd, megsérült a szárnyom. Lári, várj, majd bekerül.
Hallod-e te? Éppen oda kellene visszamondnak. Ez a két vándor ne teremt ország megyeksz. Te fogod megmutatni nekik az utat. Bocsáss meg, de én oda többet vissza nem megyek. Ha elkapnak, kalitkába zárnak. Vagy felnyásalnak. Elmegyek az ország határig, megmutatom, merre keresik Nekeresdország fővárosát, aztán repülök is vissza. Ah, jó, így is jó lesz. Megyek, elkészítem az útra valamokat. Köszönjük a szíves vendéglátást és a segítséget. Majd még meghálláljuk. Viszontlátásra. Viszontlátásra. Járjatok szerencsével. Jó utat. Na, elzsúkényém, én megtettem magam. A többi már irány. Én innen tovább nem megyek. Arra induljatok, sorozza fényességet látjátok, ott van Nekeresdország fővárosa. Adok két tollat a szárnyunkból. Amikor a város szélére értek, suhintsatok hármat a palota felé, és akkor minden élőlény elalszik egy kis időre. Akkor keresétek meg a veteményt. A veteményekben találok két nagy dinnyét. Azokat a dinnyéket hamar vegyétek le a tövéről, aztán ill a berek át a erek, lóduljatok neki, mert a varázslat nem tart sokáig. Amikor egy fogadóhoz értek, rendeljetek sültet, bor, kenyeret, és akkor, de csak is akkor, megmondhatjátok a dinnyét. Vigyázzatok, mert ha nincs nálatok étel és ital, a királylányok, akik a dinnyében laknak, menten meghalnak. Én most megyek, ti pedig járjatok szerencsével. Köszönjük meg ezt, kedves honomodára. Jó utat visszafelé. Vigyázzatok! No, Miklós királyfi, induljunk, és próbáljuk meg a szerencsénket. Én hármat számolok. Minden számolásnál egyszeres újítunk a tollakkal. Aztán lesz, ami lesz. Egy. Kettő. Három. Ott vannak. Azt mondta, az is jó. De
szép már ezt találni. De hiszen most tettük meg az utolsó falat innen. Most ittuk meg az utolsó csepp borunkat. Emlékeznék, mondotta Bolyó. Nem hiszem én, hogy beválik a jóslata. Én már nem tudok várni. Megjön a kíváncsiság. Megmondtam a vinnyét. Minden képzeletet felülmúl. De az elém, én a tiéd. Adj gyorsan, ennem is innom. Hamarosan a fogadóhoz érünk. Ott annyi ehhez ihatsz, amennyit csak kívánsz. Az késő. Péter, mi történt vele? Ébredj, galambom, ébredj, hiszen indulnunk kell. Mit tettem? Teremtőm, mit tettem? Megtaláltam a világ legszebb lányát, és most itt... Inkább meghalok én is. Nem teheted! Az édesanyád és a királyi apád vár. Belehalnának az elvesztésedbe. Megtörtént. Már nem tudjuk. Nem tudjuk felélezteni. Én neked adom az én mennyasszonyomat. Ha ez a királylány ilyen szép volt, biztos a testvére is szép. Sőt, talán még szebb. Jó, ne búsulj már! Én találok magamnak otthon is mennyasszonynak való. Meglátod. Megtennéd? Igazán megtennéd? Hát persze. Köszönöm neked hűséges inasszonyokat, barátom. Téged tesznek meg főtanácsosoknak. Keresünk neked egy szép feleséget,
és mellettem fogtok élni a palotában. Ugyan már, édes gazdám, hiszen együtt nőttünk fel, olyan vagy nekem, már meg ne sértődj, mint az édes testvére. Hogyan is ne segítenék te neked, hisz mindig jó voltál hozzá. Nem mondom, egy szép feleség, meg néhány tucat gyerek, az nagy jó lenne. Meg lesz. Na de én tudjuk, mert már megint ránk is törlik. Az Isten szerencsét, fiatal urak! Pihenjenek meg nálunk! Mit hozhatok? Hozzon nekünk valami jóféle sültet. Sült? Kenyeret. Kenyeret? És egy flaska bort. Egy flaska bort. Térdőről fordulok, s már is itt vagyok. Jó étvágyat! No, Miklós királyfi, itt a vicsám. Most már megszegheted a dinnyét. Már alig várunk, hogy láthassak. Istenem, szakasztott olyan szép, mint a testvére. A napra lehet nézni, de rám nem. Én a király. Ások a nagy harang, válaszol egymástól bennünket. Itt van velünk.
Hamarosan a palotába jövök. Hó-hó! Nem úgy van az királyfi. A királyfi asszony nem sétálhat be, csak úgy gyalogszerrel a palotába. Díszkíséret illeti meg a mennyasszony. Majd én előre megyek, s minden tervezetet. Hamarosan itt leszünk királyapáddal, a főurakkal, s a hatóval sincsúlva. Bizony már megint igazat szóltál, Péter komám. Mondjuk, hát itt lennünk észben a palotába. Köszönöm, barátom. Mi addig itt lepihenünk, s várunk benneteket. Hazafelé jövett, egy fogadóban pihentünk meg. Három varjú repült az udvarba,
és kegyetlen jóslatokkal riasztottak meg. Azt károgták, hogy a királyfi mindenképpen életét veszi, ha hazaér. Vagy a főkapó még rá, vagy a palota falai. Vagy ha egyik sem, akkor egy csont akad a torkán. Míg felségtek elindultak a díszkísérettel, én megpróbáltam megakadályozni a jóslatok beteljesülését. Ezért volt minden. Most pedig, ha felség megbocsát, az utolsó jóslatot nem. Nem tudtam. Uramisten, kőszoborrá vált. A lábadkapuban egy tündérszűk lány áll, és bebocsátást kér. Azt állítja, hogy ő Neherdország királyának kisebbik lánya. Hogy mi? Vezesd elénk! De hiszen ő... Éle! Három favágó rám talált az erdőben, hazavittek a kastélyba, s ott egy csoda doktor életre keltett. Az erdei öregasszony és a horgó segített, hogy ide jöjjön. És most életre keltem Pétert is, azért jöttem, hogy a felesége legyen.
Kérlek a kincskereső kis színpad, az Andrássy, Jókandrássy Jó Lányos iskola színművét látták, a gyerekeket